Az orosz vadon. Titokzatos és váratlan meglepetésekkel teli. A külvilágtól évtizedekig elzárt területek végre ismét felfedezhetők. Keleten terül el a rejtélyes Ussuri vidék. Errefelé bizarr teknősök garázdálkodnak a halban gazdag vizekben. A mérsékelt övi erdőkben medvék kapaszkodnak a fák ágain. És a világ legritkább macskái közül kettő is lopakodik az árnyas erdőkben. Ez az Ussuri vidék, a titokzatos rengeteg. Titokzatos erdő. Oroszország a világ legnagyobb országa. Területe csaknem kétszerese az Amerikai Egyesült Államokénak, de lakossága kevesebb, mint a fele. Kevesen ismerik Eurázsia egyik utolsó hatalmas vadonjának valódi értékeit. Oroszország északkeleti határvidékén a sűrű erdők gyorsan rohanó folyókat rejtenek. Ez a ritka és szokatlan élőlények földje. Ez az Ussuri vidék. Az Ussuri vidéket a Szihot Alin erdősége uralja, a hegységektől egészen a tengerig borítja a tájat. A vidék északi részén folyik Oroszország egyik legismertebb folyama, az Amur. A világ 8. leghosszabb vízi útja sok száz kilométeren át alkotja az orosz-kínai határt. Áprilisban még hajónagyságú jéghegyek úsznak rajta az Ohocki-tengerbe. Olyan erdők mellett sodródnak el, amelyek bolygónk egyik legritkább rejtik. Kevés ember látta eddig is, és kevesen fogják látni a jövőben is. Az Amur leopárd. Körülbelül 30 egyede él a vadonban, és így a legveszélyeztetettebb nagymacska. Ez a hím egy pár napja általa leterített szarvas tetemét ellenőrzi, amelyet biztonságos helyre rejtett egy fa alatt. Ez az éjszaka aktív állat félénken viselkedik fényes nappal. Majd később visszatér a tetemhez. Az erdőben semmi sem marad észrevétlen. Ma éjszaka egy éles szemű repülő mókus tartja szemmel a rejtőzködő ragadozót. Veszélyes lenne, ha teleenné magát, mert akkor lassulna a mozgása. Az élelem elrejtése lehetővé teszi, hogy újra és újra visszatérjen. Egy ekkora tetem akár két hétig is biztosítja az élelmét. A hím amurleopárdok 3 méter hosszúra és 42 kg tömegűre nőhetnek. A prémjükért és a csontjaikért módszeresen vadázták őket. Ahogy az erdő területe csökken, természetes zsákmányállataik is ritkulnak. A világ legritkább nagymacskája visszasurran rejtek helyére. Egy újabb éjszakára biztonságban érezheti magát. A Szihot Alin a világ egyik legfajgazdagabb mérsékelt övi erdeje, elérkezett a hideg tavasz közepe. Ez a hatalmas erdőség 1,5 millió hektáron terül el, azaz nagyjából fele akkora, mint Belgium. Az Ussuri vidéket kettészelő erdősávot keletről a Japán-tenger határolja. A
A hegygerincek, völgyek és folyók a mérsékelt, illetve szubtrópikus klímájú területek változatos mozaikját hozzák létre, ennek köszönhetően gazdag az élővilág. Egy csendes folyókanyarulatban unkák násza zajlik. A szintén párzó molnárpoloskák nem zavarják a szerelemittas békákat. A békák túlzott elszaporodását az gátolja meg, hogy párzási idejük alatt tavasztól egy egész sor állat vadászik rájuk. Már is ebihalak serege úszkál a vízben. A nagyszámú utót biztosítja, hogy néhányan életben maradjanak. A parton a homokban hagyott lábnyomok egy rejtélyes vadász jelenlétéről árulkodnak. Óriás halászbaglyok. Nappal a kilátásban gyönyörködnek és várják az éjszakát. Pejhes fiókájuk egy letörött csúcsú fán talált magának menedéket, várja a szüleit. A szülők megnyugtató üzenetet küldenek. Napnyugta után megetetünk. Ennyi béka mellett a csíkos mókusok nem kerülnek az étlap élére. A téli álomból felébredve inkább a saját vacsorájuk miatt fáj a fejük. Állandóan tartalékot halmoznak fel, de a csíkos mókusok memóriája csak 3 napot ölel fel, ezért könnyen elfelejtik, hol vannak az előzőleg elrejtett falatok, és így megállás nélkül élelem után kell kutatniuk, hát ha rábukkannak valamire. Némelyik példány inkább potyázik, a keresgélésnél könnyebb mások teli éléskamráját kifosztani. Tavasszal, amikor sok a táplálék, az étkezések között több időt töltenek pihenéssel és alvással. Ahogy a fény elhalványul, kezdetét veszi az éjszakai műszak. A kifejlett óriás halászbaglyok a fészkük környékén halásznak elég közel ahhoz, hogy félszemmel a fiókát is felügyeljék. Így a fióka is figyelheti a szüleit, és sok mindent eltanulhat tőlük. A kifejlett példányok órákig is kémlelik a vizet, mielőtt lecsapnak. Ez nagyon hatékony módszer. Miután egész nappal várt, a fióka mohón lenyeli a halat. És még többet követel. A szülei, amelyek egész életükben hűségesek egymáshoz, felváltva etetik egész éjjel. Bele kell adniuk anyait, apait. Akár 4 halat is bekebelez egy éjszaka leforgása alatt. Minden éjszaka így 50 nap alatt eléggé megerősödik ahhoz, hogy elhagyja a fészket. Emellett a szülőknek a saját gyomrukat is meg kell tömni. Hajnalig szorgalmasan vadásznak. A Szihotalin éltető eleme a számtalan érintetlen folyóvíz. Ezek a félreeső vízi utak számos titkot rejtegetnek. Az erdő zöldellő sűrűjében egy másik odaadó anya gondozza kicsinyeit. Egy örvös medvenőstény 2 rakoncátlan bocsát nevelgeti. A famászáshoz kitűnően alkalmazkodott medvék 5 cm-es karmaikkal kiválóan kapaszkodnak.
feltételezések szerint az örvösmedvék azért váltak ilyen kitűnő famászókká, mert évezredek óta a tigrisekkel osztoznak ezeken az erdőkön. Manapság a megcsappant tigris állomány kisebb veszélyt jelent rájuk, de a medvék még így sem érezhetik biztonságban magukat. Állományuk az utóbbi 30 évben 49%-kal csökkent. A kínai orvoslásban keresett epehólyagjukért vadásszák őket. Ha a kifejlett példányukat elejtik, az elárvult kölyköket könnyedén elejtik a tigrisek és a leopárdok. A hatalmas erdőség keleten a tengerig húzódik, sőt a fásvidék egészen a tengerpartig nyúlik. Itt a sziklás partokon másféle élőlények élnek. A szarvasok egy sajátos környezeti probléma megoldásán fáradoznak. Az állandó hóesés, esőzések kimossák az erdő talajából az ásványi anyagokat. A táplálékuk kiegészítése érdekében a partra jönnek sós moszatokat majszolni. Mivel a sűrűben a már megritkult, de halálosan veszélyes szibériai tigrisek rejtőznek, a takarásból kockázatos kilépni. A szarvasoknak ébereknek kell lenniük. Kifinomult kommunikációs rendszerrel rendelkeznek, szagjelekkel, testtartással és 10 különféle hang segítségével érintkeznek fajtársaikkal. A bolygó egyik legnagyobb ragadozójának vadász területén nem lehetnek elég óvatosak. A keselyük izgatott tolongása egy tetem körül arról árulkodik, hogy a halál nemrég lecsapott, míg a keselyük marakodnak egy hangtalan árnyék oson a sziklák között. A világ leginkább veszélyeztetett állatai közé tartozik a szibériai tigris, melynek mindössze 400 példánya él vadon. A ma élő 6 tigris faj közül ez a legnagyobb és legnehezebb, tömege akár 360 kg-ra is rúghat. Az elsősorban a nappal aktív bengáli tigrissel szemben a szibériai tigris éjszakai életmódot folytat. Fényes nappal még egy csúcsragadozónak sem árt az óvatosság a tengerparton. Bizonyára rettenetesen éhes, ha a nappal előmerészkedett. Ezek a kecses óriások rendszerint maguk ejtik el a zsákmányukat, de a dög kínálta alkalmat sem szalasztják el. A keselyük már feltörték a tetemet. A tigris akár 40 kg húst is bekebelez egyszerre, a saját testtömegének a 10%-át, de fényes nappal elég ideges. A civakodó varjak nem kívánatos feltűnést keltenek. A táplálkozó tigris egyre zaklatottabbá válik, valami nincs rendben. Talán a kamera zavarja, pedig azt a dögtől 800 méterre rejtették el. Az emberen kívül a szibériai tigrisnek nincs ellensége, de a vadászat a kihalás peremére sodorta. Oroszországban a vadorzók évente akár 30 tigrist is elejtenek a prémiuk iránti kereslet és a kínai orvoslás igényének kielégítésére. Az egyre terjedő erdőirtás és mezőgazdaság csökkenti az élőhelyüket. Nem csoda, hogy félénk, rejtőzködő életmódú állatok. Nem lehet könnyű az ingyen ebéd hátrahagyása, különösen a varjak számára.
A szibériai tigris egy kifejlett medvét is leüthet, de a csúcsragadozó inkább vonakodva odébb áll. 250 kilométerre innen, ahol az Ussuri vidék Kínával határos, a tájkép újra megváltozik. A folyók az erdőkből kilépve nyílt, vizes és mocsaras területekre érkeznek. A Kankató Kelet-Ázsia legnagyobb édesvízű tava, területe 4000 négyzetkilométer. Vagy 340 madárfaj honos errefelé, és csak itt fordul elő a Komarov vízilílium. Régebben a tavat mezőgazdasági eredetű szennyezés sújtotta, de a Szovjetunió összeomlása a tó terhelésének csökkenését és folyamatos felvirágzását eredményezte. A kiváló látású gémek halakra lesnek. Több mint 70 halfaj bőséges kínálatot jelent. Ezekben a vizekben akár 600 kg-osra növő halak is élnek, amelyek messze meghaladnák egy gém étvágyát, de valami más is leselkedik a mélyben. A gémet tartja szemmel. Pipaként használt orral rendelkező furaszerzet egy kínai lágyhéjú teknős. A Kankató a vadon élő állomány egyik utolsó menedéke. A kínai határ kettészeli a tavat, a másik oldalon a teknősök inyenc falatnak számítanak. A 7 hónapos téli álom után a lehető legtöbbet szeretnék kihozni az 5 hónapig tartó tenyész időszakból. Egy tetrekész teknősnek ez kizárólag napozást jelenthet. Mikor beköszönt a nyár, az Ussuri vidéken újabb meglepetést hoz, a monszunt. Júliustól szeptemberig akár 1 méter csapadék is lehullik a Szihoteálin erdőségben. Az időjárás csak nem olyan fenyegető, mint a ragadozók, a bagolyfiók a bőrigázott. A fatörzs ürege a pereméig megtelt vízzel, a fióka hajléktalanná vált. A szárnyait verdesve fellazítja, így gyorsabban megszárítja a tollazatát, de ez sem megy könnyen. A lombok alá húzódva várja az eső végét. A madárfiókák könnyen kihűlhetnek, amíg a tollazatuk nem nő ki teljesen. Az örvös medvéket az eső egy cseppet sem zavarja. A pár lerázza bundájáról a vizet, és az őket legjobban érdeklő dologra, az evésre összpontosítanak. Míg a többi Oroszországban honos medve sorsa főleg a lazacok ívásától függ, az örvös medvék elsősorban növényevők.
általában gyümölcsöt és gyökeret esznek, de gyakorlatilag szinte bármit felfalnak, rovarokat, emlősöket, és akár dögöt is. Ha a többi élelem kifogy, akkor a fák kérgét hántják le táplálékgyanánt. Mikor a növényzet zölddel és dúsan tenyészik, ébren töltött óráik túlnyomó részét az evésnek szentelik. A nyár során halmozzák fel a zsírtartalékokat, amelyek segítik őket a téli álom átvészelésében. Eső után a hegyekből megindul a víz. A kis erek hatalmas, dühöngő folyamokká egyesülnek, amik úgy döntik le a fákat, mint a dominókat. A hatalmas nyárfákat és égereket elragadja az erős áramlás, majd a folyó lerakja őket, mikor csökken az áradás. A vihar mindenféle szemetet szórt a baglyok fészke köré. A fiatal óriás halászbagoly előkertje alaposan megváltozott, de végre megszáradt a tolla és készen áll a felfedezésekre. Ahogy közeledik a kirepülése, mesteri szintre kell fejlesztenie hatalmas karmai és erős szárnyai működtetését. A tollászkodás fogásait is el kell lesnie. Életbevágóan fontos, hogy eső után ne ragadjanak össze a tollai, hiszen úgy nem szigetelnek és nem tartanák melegen. 6 hetesen már fél méter magas, kifejlett korára még további 20 centit nő. Ahogy leszáll az est, egymásnak feleselő názdalok töltik be az erdőt. De a ma esti románc egyesek számára kérész életű lesz. A bagoly család számára a békák kuruttyolása olyan, mint egy vacsorához hívó csengő hangja. Április végén kora reggeltől késő éjszakáig a kétéltűek koncertjétől hangos a levegő. Még egy halászbagoly is ráunhat a halra. Nem csak őket csalta ide a béka szerenád. A nyest kutya kis testű, házi kutya méretű ragadozó. A lombkoronában megkezdődik a lakoma. Amíg a baglyok az ágakról figyelnek, a nyest kutya kiszimatolja vacsoráját. A látása gyenge, inkább kiváló szaglására hagyatkozik. A fióka szokás szerint kivárja, míg a szülei a következő fogást leszállítják. Az erdőben több száz névtelen mellékfolyó és erecske táplálja a 23 folyót, amelyek körülbelül 17 000 kilométeres vízgyűjtő területről vezetik le a csapadékot. A víz innen a Kankatóba és a környező mocsarakba folyik. Az erős szél felkorbácsolja a hullámokat a nagy kiterjedésű tavon. A sirályok itt otthon érezhetik magukat. Ahogy a hullámok elérik a tó nyugati peremét, megtörnek és kifutnak a homokos partra. Kis lagúnák jönnek létre, és a partjukon hamarosan lábnyomok jelennek meg. A vihar után a kínai lágyhéjú teknősök kimerészkednek a partra körülnézni. Mikor a lagúna lefűződött, több ezer apró halat ejtett csapdába.
Rossz hír a halaknak, de mindenki másnak terített asztal. Ekkor a kínálat mellett a teknős megengedheti magának, hogy válogatós legyen. Csak a fejüket eszi meg a benne található rendkívül tápláló aggyal együtt. Nem csak az agyukat elfogyasztó teknősöktől kell rettegniük. Hal elől is jobb odébb állni. Ezeket a ragadozókat nem ejtette foglyul a lagúna. Ők légköri levegőt is lélegezhetnek, számukra a beszűkülő víztestben szabad a vásár. A sekély víz tele van levegő után kapkodó kis halakkal, de a kígyófejű hal elvéti a célpontját. De se baj, a levegőt belélegző hal könnyen visszaevickél a vízbe. Miután teletömték a gyomrukat, a teknősök éjszakára visszatérnek a nagyobb biztonságot nyújtó mély vízbe. Bár a kifejlett példányoknak kevés természetes ellensége van itt, ösztönösen rejtek helyet keresnek. A déli parton ismét változik a táj. 230 kilométerre a Rimszkij-Korszakov szigetvilágöblei mediterrán tájra emlékeztetnek. A tengerbe vesző szikláknál végződnek az orosz erdők. A japán tenger felől érkező meleg Csucsima áramlat hozta létre Oroszország egyik leghívebben őrzött titkát, a trópusi tengereket idéző víz alatti paradicsomot. Az itteni életet adó áramlatok hatása a Golf áramlatéhoz hasonló. A barna moszatok és vízinövények igazi víz alatti paradicsomot alkotnak. Itt a ragadozók és zsákmányaik is kénytelenek elrejtőzni. Ebben a világban az álcázás elengedhetetlen. A színét váltogató polip vitathatatlanul a bujócska királya. Ennek a loma polipnak a kertje baljós paradicsom. Ahol a kövek életre kelhetnek és veszélyesek. A japán gömbhallal senki sem mer újat húzni. Testük az állatvilág egyik leggyilkosabb mérgét tartalmazza. A japán ezt a fajt, de 2 éves képzés alatt tanulják meg, és egy aprólékos vizsga során bizonyítják, hogy képesek ártalmatlanná tenni a veszélyes csemegét. A kevésbé hatékony mérgű ragadozók bandákba tömörülnek. A csendes óceáni tengeri csillagok szétfeszítik a kagylókat és kiszívják a húsukat. A lágy korallok méltóság teljesen elfogyasztják a maradék morzsáit. A remete rákok védelmet nyújtó fedezéket cipelve vadásznak. Eközben a bizarr megjelenésű tengeri uborkák éjjel-nappal szorgalmasan porszívóznak a mélyben. A Kankató partján a lagúnáknál kora reggel előmerészkedik a hajnali őrjárat. Egy nyest kutya élelem után szaglászik a homokos parton.
kínai lágyhéjú teknősök évente akár 5-ször is rakhatnak tojást. Az egy alkalommal lerakott tojások száma elérheti a 30-at. Akár több ezer tojás is lehet a homokban, csak rájuk kell akadni. A többi kutyafélétől eltérően a nyest kutyák nem tudnak gyorsan futni, inkább a szaglásukat felhasználva fáradhatatlanul kutatnak maradék után. A szaglása kitűnő, de a látása gyenge, ezért könnyen megriad. De végül fáradozásait siker koronázza. Mivel kisebb táplálék felkutatására szakosodott, órákat tölt táplálékkereséssel. Ez a tó ad otthont a legnagyobb kínai lágyhéjú teknős állománynak az orosz távol-keleten. Az áradásokat és a kutatóragadozók támadásait szerencsésen túlélő, frissen kelt teknősök csúcssebességre kapcsolva rohannak a vízhez. A pénzérme nagyságú kis teknősök számára az élet igazi veszőfutás az egyik veszélytől a másikig. Már a vízpart elérése is óriási kihívás. És a sekély víz egy kicsit talán biztonságosabb, eltekintve attól, hogy a fajtársaik kannibálok. Néhány kis teknős a vízparton rejtőzik, a többiek falevél módjára sodródva lebegnek a vizen. Majd a vízililiumok között keresnek menedéket. A mindössze pár grammot nyomó állatok a vízinövények közé bújnak, és a kifejlett állatokhoz hasonlóan napfürdőznek. De a vízililiumok között is leselkednek ragadozók. Kígyófejű halak ólálkodnak a mélyben. A saját zsákmányát majszoló teknős nem figyel fel a veszélyre. Egy nulla teknős javára a kígyófejű hal ellen. Ahogy véget ér a nyár, a Krankatavon kezdetét veszi az egyik leglátványosabb és legszebb természeti jelenség. A kérészek lárvái egy évet töltöttek a tó fenekén, algákkal táplálkoztak. És most átalakulnak. A napnyugta előtti és utáni 20 percben a kifejlett, szárnyakkal rendelkező példányok megkezdik nászrepülésüket. Ezrek, majd milliók emelkednek a magasba. Csupán 24 óra áll a rendelkezésükre. A levegőben, repülés közben párosodnak, petéiket a vízfelszínre szórják, majd elpusztulnak. Ők nem táplálkoznak, de a többi élőlényt gazdag lakoma várja. Majd a következő évi, pár pillanatig tartó újabb dicsőszárnyalás kezdeteig minden elcsendesedik.
A röpke ősz beköszönt az usszuri vidékre. A szivatali erdő borította hegyein a fák lombja aranyszínűre vált. Az állatok ideje rövidre szabott. Élelmet és menedéket kell találniuk, mielőtt beáll a havazás. A pizsmaszarvasok, amíg megmaradt levelekből a lehető legtöbbet lecsipegetik, mielőtt mindent fehér lepelbe burkolna a havazás. A bikák feltűnő agancsok helyett rövid agyarakat viselnek. Az örvös medvebocsok most ismerkednek az első őszi avarfanyar illatával. De anyjuknak nyoma veszett. Az orvadászat miatt minden évben körülbelül 20 örvös medvebocs marad árván az uszuri vidéken. Normális esetben 2 vagy 3 évig maradnak az anyjukkal a fiatalok. Anyjuk útmutatása nélkül az első telük egyben az utolsó is lehet. A nyár folyamán legalább meghíztak. A bocsok tömege 10-szeresére nő 3 hónap alatt, és ez elengedhetetlen ahhoz, hogy túléljék a telet. De most inkább játékkal töltenék az idejüket. Sok medve átalussza az egész telet, míg mások csak a legszűkösebb időszakot. A talajon ágakból és avarból kotorékot rónak össze maguknak. A kölykök közül az egyik jó nyomon jár. De a testvérének fogalma sincs, hogy mit kéne tennie. Jobb lenne, ha villámgyorsan észbe kapna, mert kifut az időből. A tél gyorsan közeledik, és ha nincs kényelmes kotoréka, ahol megbújhatna, kevés esélye lesz az életben maradásra. A tónál a vízililiumok elpusztultak. A dermesztő víz jégszekrényként szolgál 7 hónapig, amíg a tél jégtakarója gúzsba köti a tó felszínét. A csípős dér már téli álomba ringatta a nádasokat. A parányi papagájcsőrű cinegék a hajtások belsejében rejtőző rovarokra vadásznak. Ezek fogják élelemmel ellátni a madarakat az ínséges hónapokban. Ahogy elérkezik a november, teljes erővel beköszönt a tél. Az erdei víziutakat jégpáncél burkolja. A mélyben az élet lelassul. Az apró halak életben maradhatnak, ha a vízben marad elég oldott oxigén. Egyes békák a bőrükbe pumpálják a vért, hogy a vízből több oxigént vehessenek fel. A szívverésük lelassul, sőt le is állhat, ahogy csökken a hőmérséklet. Azok, amelyek nem alakulnak át időben békává, örökre elszalasztották az esélyt. A tél hideg markának szorítása a tengerpartot éri el utoljára. A jég lassan hízik a partokon. A tarkarécék itt fogják eltölteni a hosszú telet.
úgy bukdácsolnak a bukóhullámokon, mint a parafadugók. Az erősen áramló vízbe lebukva gazdag garnélarák, hal és csigazsákmányt találhatnak. 25 másodpercig maradhatnak a víz alatt egy húzamban. A sűrű tollazatban csapdába esett légréteg védi őket a hideg ellen. A kacsák szomszédai, a pettyes fókák egyáltalán nem tűnnek mozgékonynak. Ezek a 2 méter hosszú, vastag hájjal burkolt víz alatti torpedók egyáltalán nem panaszkodnak a közelgő tél miatt. Bár a jég bonyolultabbá teszi a napozást, és a vízből is nehezebb kikecmeregniük. A tél nagy részét a tengervízben töltik, és ha az is befagy, akkor a sodródó jégtáblákon heverésznek. Több száz kilométer hosszú, halászással töltött utakra vállalkoznak, majd visszatérnek a partra pihenni. Hamarosan teljes erővel tombol a hóvihar, és mintha az idő is megfagyna. De nem minden állat számára. Egy fiatal sárga torkú nyest az életében első alkalommal látott havat kitörő örömmel üdvözli. Ez a faj is az Usszuri vidék ritka állatai közé tartozik. Kelet-Ázsiában sokfelé honos. Mikor a hóújdonsága megkopik, a tél kemény próba lesz számára. Az Usszuri vidék valaha Oroszország titkos tartománya volt, ahová kevés ember tehette be a lábát. Elhagyatottsága jelentette a legjobb védelmet. De ahogy oly sok helyen, bolygónkon az emberi tevékenység ide is behatolt. A tigrisek évtizedek óta megsínylik az orvvadászatot, és mivel az orvvadászok minden évben kiírtják az állomány 7%-át, jövőjük elég bizonytalan. A fakitermelés még több embert vonzott ide, és ez is zavarja a vidék vadjait. A világ legnagyobb macskaféléje uralja még ezeket az erdőket, de uralkodásának ideje talán hamarosan lejár. Még lehet szibériai tigriseket találni a vadonban. De a kis létszámú, szaporodóképes egyed, a mindössze 10 éves várható élettartam és a csökkenő élőhely nem kecsegtet sok jóval. Lehet, hogy nem sokára csak az ehhez hasonló védett területeken lehet megfigyelni Oroszország erdeinek királyát. A Szihotalin erdőségeiben egy kis folyó nem fagyott be, zavartalanul kanyarog. A hóval borított parton jól követhetők a lezajlott események. Ahogy a nap lenyugszik, egy büszke szülő figyeli gyermekét a folyóparton. A bagoly fiúka felcseperedett. Szülei territóriumában maradhat akár 2 évig is, és itt fejlesztheti az életben maradáshoz szükséges készségeket. Ma éjszaka veszi az első komoly akadályt, kipróbálja a halászatot.
Miután hetekig figyelte szüleit a fészekből, készen áll arra, hogy egyedül is megpróbálja. Most következik első merülése a jeges vízbe. Amíg a fióka élvezettel majszolja zsákmányát, szülei megmutatják, hogy egy kis gyakorlattal mennyivel könnyebben bemutatható ez a gyakorlat. A fióka hamarosan a halászat mesterévé válhat. A szihatalin rengetege a föld legritkább állatfajai közül, többnek is az utolsó menedéke. Az Amur-medence mellékfolyói és mocsarai a természet győzelmeiről és csaknem tragikus végű történeteiről is mesélhetnének. Oroszországnak ebben az ismeretlen és különleges szegletében rengeteg védelemre érdemes dolog rejtőzik, az Usszuri vidék néven ismert fenséges vadon. Narrátor Szersény Gyula. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.